Ebből a videóból megtudhatod, milyen beállításokat kell ellenőrizned WooCommerce webshopodban annak érdekében, hogy a megrendelések adatai pontosan kerüljenek be a webshipi rendszerébe. Menj a WooCommerce menüpont beállítások almenüjébe. Az általános beállításoknál ellenőrizd, hogy az adókulcsok és kalkulációk engedélyezése be van-e pipálva, hiszen ennek hiányában az árak szinkronja akkor is hibára futhat, ha alanyi adómentesként 0%-os áfát használsz. A termékek fül alatt található a készletek menüpont. Itt be kell pipálnod a készletezés engedélyezését, hogy a webáruházadban csak a készlettel rendelkező termékeket tudják megvásárolni. Az adóbeállításoknál a bruttó árak megadására kell különösen figyelned, illetve hogy a normál árak almenü alatt található országkód és hozzátartozó adókulcs helyesen legyen megadva. Magyarország esetében ez 20 és a termék kategóriának megfelelő adókulcs jelen esetben itt 27%. Amennyiben alanyi adómentes vagy, akkor 0%-ot és az AAM adónevet állítsd be. A szállítás menüpontnál magyarországi szállítás esetén fontos, hogy a házhoz szállítás GLS futárral legyen engedélyezve a rendszerben, mint alapértelmezett opció. A WooCommerce alaptelepítése más szállítási módot nem biztosít, azok külön bővítménnyel telepíthetőek, például Foxpost, GLS csomagpont. A fizetési módoknál minden általad elfogadott alternatívát engedélyezned kell. Amennyiben leszerződsz valamilyen bankkártya elfogadóval, itt jelenik meg a bankkártyás fizetési mód opció, de fontos, hogy a bankkártyás fizetések kezeléséhez külön bővítmény telepítése szükséges. A termékeknél az állapotot és láthatóságát kell ellenőrizned. A közzétéve, illetve a nyilvános a két megfelelő beállítás. Mindenképpen legyen megadva a termék ára, és állítsd adókötelesre az adó státuszát. A készlet alatt pedig be kell pipálnod a készletkezelés engedélyezése termékszinten lehetőséget. A webshipi rendszere ugyanis a készlet szinkronizáció során befrissíti a készlet mennyiségét. Fontos, hogy a webshipi bővítménye a WooCommerce alaptelepítéséhez biztosítja az összeköttetést. Amennyiben webáruházadban olyan egyedi fejlesztések történnek, amelyek érintik a rendelések tartalmát, vagy általuk olyan funkció kerül a webshopba, amelyet az alaptelepítés nem tartalmaz, az hibákat okozhat a megrendelések szinkronizálásában. Ilyen jellemző fejlesztés például az utánvétkezelési díjak felszámítása, a bankkártyás fizetési mód alkalmazása, vagy a házhoz szállításon kívül más, például Foxpost, GLS csomagpont szállítási módok telepítése. Ezeket a fejlesztéseket az élesítés előtt egy-egy tesztrendeléssel mindenképpen szükséges ellenőrizni. Az ilyen jellegű fejlesztésekhez segítséget adhat az API dokumentációnk, amelyet a Help Center oldalunkon is megtalálsz. Csak írd be a keresőbe, hogy API, és a találatok között kattints a WebShippy API dokumentáció találatra. További hasznos segédanyagokat pedig szintén a help.webshipi.com oldalon találsz.